Nem szabad hangosan kiabálni, mert akkor kikapok tőletek mindig. De szevasztok gyerekek, üdv a csatornán, képen jelentkezik a következő szép videóval. Halkar. És nem kell lefosni a bokáját az embereknek. Na, figyeljetek. Valamiről megfeledkeztünk. 20. nap van. Várja, nem jó ez. Mindjárt jövök, bazd. Sanyika, vigyázz egy picit. Ilyenkor kellene újra kezdeni a videót, mi? Azt hittétek, akkor nem a keeper lennék. Ugye elmegyek itt. Remélem nem látszott, egyébként alsógatyában vagyok. Itthon szeretek lazán lenni. Lazán! Na, csapjuk bele a lecsóba, srácok, és ne vigyorogjatok. Elég, hogyha én nem is tudom, mindjárt örülök. Ja, elfeledkeztünk, mindjárt jön a horda, úgyhogy belemerünk, belecsapunk a lecsóba kicsit ezt a világítást. Hátrébb hajtom, igaz, akkor besárgul a feje a keepernek, de azért talán annyira nem. Egy napunk van vissza, várjatok, át kéne nézni, hogy akkor mégis mit kellene csinálni, és akkor specifikusan arra rágyúrni. Hát kell csinálni tovább, betonozni kell meg minden, mert baj lesz, srácok, egy nap van vissza, és nincsen például pánikszoba, ami valószínűleg nem is lesz, úgyhogy ezzel ami kell boldogulnunk, ami van. Mit csináltam itt egyébként? Itt a követ olvasztom, mint az állat, de egyébként ide kell bepakolnom fát, és akkor folyamatosan olvadjon, mint az őrület. Ugye a betonozás maga, vagyis az upgrade-elése a betonnak nem egy olyan nagyon veszélyes dolog, viszont van más feladat. Várjátok, azért akkor csináljuk a betonozást. 31 van, és cement akkor mehet. Ugye nem azzal van, a kőnek a beolvasztás asztalt rettenetes, és sokáig is egy 6000-es izét még szerintem be is fogok dobni mellé. Van belőle, van 280-unk, ugye azért tudjuk csinálni. Majdnem kifutottam oda Lárához, azt rájöttem, hogy hát csodálatos, el van rendezve minden. Még egy 6000-es stone berakok, és akkor ezt folyamatosan olvagyok. Egész játékidő alatt, figyelj, 20 perc, 45. Sőt, azt fogunk csinálni. Reggel 4 van, jó van. Úgyhogy egy napunk van a hordáig. Ugye? Egy napunk van a hordáig kb. Sőt, ezt most miért nem rakom be az összeset? Rakjuk már be az összeset. És akkor rakjunk be annyi fát, hogy legalább egy órát bírjon. Szóval olvassza folyamatosan, nem kell barakosgatnom akkor a fát, nem? Fölöslegesen. Szerintem úgyse fog végezni. Oké, így nekünk jó lesz. Ezt meg akkor ugye olvasztjuk be a vasat, az is nekünk kelleni fog, sőt még ezt a kevés vasat is beolvasztom. Jó. A pénzünk az nagyon nincsen, meg igazából olyan túl sok mindenünk nincsen. De azért el fogunk boldogulni, gyerekek. Nem lesz itt semmi baj. Oké. Meg kellene csinálnom nekem, ugye, vas ajtókat is. Egyébként később jöttem rá, hogy ezt megcsináltam volna az alját is rácsból, most már nem akarom kiütni. Lehet, hogy később egyébként kifogjuk. Mert igazából akkor tudnám úgy is csinálni, nem? Csinálnék rácsot, ajtó, és akkor ott is ki tudok lőni. Például, hogy lefele ugye nem tudok lőni, hanem csak, így, csak ebbe az irányba, vagy pedig ugye ilyen shrake blokkot kellett volna csinálnom. Szóval nem annyira tökéletesek itt a dolgok, de ezt kell szeretni. Az acél ne legyen nálam, jó, 2 darab acél van nálam, több ne legyen nálam, mert az a baj, hogy simán felupgrade-elem én acélre. Egy blokkot, és annak igazából sok értelme nem lesz. Jó, csináljuk gyerekek. Kalapácsot nem ártana csinálnom, de igazából annyira nem szükséges, szóval nyomjuk neki, oké? Okay? Na, itt már megvan minden. Kíváncsi vagyok, ugye a legelső hordam, ami itt fog érni ezen a bázison, az el fogja dönteni, hogy mégis merre, milyen része hibás a bázisnak. Mert nem biztos, hogy minden tökéletes. Lehet, hogy valahol be fognak fúrni, vagy oldalról támadnak, és akkor ugye, vagy pedig fölülről. Úgyhogy azt kell majd kitapasztalnunk, hogy mégis merre orientálódjunk, merre. Júj, meg mindenképpen hordanap előtt még egy kaja vizit lehet, hogy kellene. Úgyhogy napközben elmegyünk kaját is gyűjteni. Úgyhogy a mai nap az a készüljünk fel a hordára téma lesz. Utolsó nap, mivel a 21. napon jönnek, akkor ugye még van időnk 10 óráig, szóval igazából még 2 napunk van, de azért nem akarom elhanyagolni egyáltalán. Nehogy befürödjünk, gyerekek.
ne az utolsó pillanatra tartogassunk mindent, mert általában a keeper úgy van, meg igazából, hogyha megcsinálom a bázist, akkor utána nem lesz rá gond, akkor mehetünk küldetésezni meg mindenféle. Például, amit gangster szeret, mert gangster nem szereti az építkezéses dolgokat, az vágom. Egyébként nagyon sokat segítettek, egy kicsit előbbre vagyok a játékban néhány részsel, azt szeretném, hogy folyamatosan jönjenek a részek, nem akarok kimagyni. Nekem is ugye néha van olyan dolgom, hogy például nem tudok egy részt felvenni, akkor legyen egy-két részsel előbbre legyek, és ezért a kommentekre nem tudok pontosan mindig egyből reagálni, de azért próbálom olvasni, vagy olvasom minden egyes alkalommal őket természetesen, azért olyan rengeteg nem érkezik, és próbálom megfogadni azokat, amiket írtok. Jó. Igazából, ja, a kő égetés az, ami fontos lenne, minél több, és igazából korlátlan mennyiség beton tudok csinálni, csak időbe telik, úgyhogy nem lesz ebből probléma, mert van minden alapanyagom hozzá. Szóval mérhetetlen sok alapanyagom van. A beton épületet, az egész beton bunkát, azt biztos, hogy meg tudom csinálni, és ma megint szintet léptük, és akkor elvileg most 2 pontom van? 2 pontom van, gyerekek. Nézzük már át akkor az erőnél, ugye erre gondoltunk még, csak ehhez akkor mi kell? 7-es szintűre kell. Ja, és igen, ezt beszéltük, hogy ezt még fel akarom rakni 7-esre, bodybuilderek leszünk, gyerekek. Jó. Igen, és akkor most már a következőbe 1 pontból fel tudom a minert, és szexuál tiranoszauruszt is fel tudom, maxra, gyerekek. 1-1 pontból. Szóval 2 pontból a miner 69 lesz még egyen magasabb, és a szexuál tiranoszaurusz meg az meg még inkább jobb. 1, 2... 3-ból csinálja meg, nem 4-ből. Ez valami vált. Hoppá, ja, beton. Jó, srácok, figyeljetek, haladunk. Napközben mindenképp elmegyünk még kajáért. Vajátok, kaja az hogy van? Itt vannak a készkaják. Tök jó, hogy itt vannak a készkaják. Annyira imádom egyébként. Na, itt mi történt? Van még vas, amit be lehetne olvasztani, akkor itt is menjen nagyba főbe. Oké. Jó, 20 percre elég van, stone az nincsen, ebbe clay van, meg ugye vas, úgyhogy majd tudok készíteni dolgokat. Egyébként a kaját is berakhatnám, de mondjuk egyelőre nem annyira fontos. Ezt itt kellene tolni neki a cementet agyba főbe. Ugye, olvadjon a vas, lehetne, hogy még több kóba is csinálhattam, vagy csinálhattam volna több kóbot is, akkor sokkal gyorsabban menne, de hát jó, annyira nem beszéljes ám. Jó, 55-öt lecraftol. Addig kellene valami más csinálni, amíg az a baj, hogy ez a gyenge pontunk. Ez most 51 percig csinálja, ez meg 20 percig csinálja, lehet, hogy még rakok mellé. Kipakolunk, aztán lehet, hogy el kellene menni egy kis kaját szerezni, mert akkor miért nem? Nézzük, hogy mi az, ami nekem itt nem kell. Itt mi volt, amit itt szoktam használni? Semmi? Van Goblestone-ra. Goblestone-ra fel tudom húzni mindent, és akkor utána már nem kell ugye azzal vinkódnom. Szóval, amíg sül a beton, addig csináljuk a gablestont, és akkor már csak egyet kell felupgrade-elni. Úgyhogy nem veszítünk időt. Szerintem kajánk az van, csak azért 2 napra elegendő lehet, hogy nincs. Ja, nyomjuk. Nyomjuk neki, gyerekek! Ez az építkezés lehet, hogy sokatoknak nem tetszik, egyébként azt vettem észre, hogy tetszik. Úgyhogy nagyon érdekes, de én mindig azt gondolom, hogy az építkezés az, amelyik nem annyira jön be nektek, és közben meg a tök szeretitek. Ugye közben folyamatosan filózok. És mi az? Esik ott kint? Miért van ilyen atom sötét itt bent? Mert nem fakázom ki, mi? Nem van neki fakázni. A következő, a folyosót mindenképp akarok, most azt nem, lehet, hogy nem fogom megcsinálni, mert arra lehet, hogy nem lesz időm, de ide a folyosóhoz akarok mindenképp egy ilyen leesős csapdát, egy ilyen valami trükkös dolgot, amivel meg tudom állítani még a hordát, gyakorlatilag még egy védelmi vonal lesz, nem egy ilyen hagyományos, ilyen ütlegelős, hanem kipróbálunk egy más jellegűt, egy ilyen lezuhanós, létrán feljövő zombis témát, vagy pedig egy teljesen lezuhanósat lehetne, és egy teljesen lezuhanós lehetne, és egy acélba esnének le. És nem tudnának kijönni, hanem ásniuk kellene. Ezt nem tudom, hogy oldanák meg. Egyedül a pók zombi tudna feljönni, ugye? Na, erre is kíváncsi vagyok, de oda meg úgy kellene, hogy akkor földre rácsokat lepakolni, hogy lelássak
zombikra, és tudjam őket lőni, ami, ahol lefotyognak, tudod. Egy kicsit veszélyes lesz, mert nehogy az legyen, hogy ilyen extrém gyorsan be tudnak ásni alám, de most maximum, hogyha nagyon-nagyon szarba vagyok, nagyon kíváncsi vagyok, és csapóhajtókkal meg tudnám csinálni ugye a hidat, vagy pedig lehet, hogy tudnék csinálni ilyen, van ilyen ajtó, nem? Ilyen nagyon-nagy ajtó. És akkor az lenne a híd, és egy fölnyílna. Az lehet, hogy három blokkos. Az nagyon jó lenne, ha három blokkos lenne, akkor egy ilyen hatalmas csapóajtót tudnék csinálni, amint tudnék közlekedni. Ha kell, akkor meg fölnyitom, aztán potyogjatok, kisköcsögök, vágod, érted, mire gondolok szerintem. Na, majd erre, ennek utána nézzünk. Ja, ki kell fáklyázni, ugye, amíg nincs elektromosságom, addig kénytelen vagyok azzal dolgozni. Mindjárt megnézem, hogy mondjuk sülnie kell a kőnek. Folyamatosan, és annak folyamatosan kell sülni a gyerekek kőnek. Fogok ásni, egyébként csomó ötletem van még. Amit a bázissal kapcsolatban szeretnék megcsinálni, ugye a pánikszobát meg fogjuk csinálni, ugye rácsos az alja, ha betörnek a főhelyiségbe, akkor folyamatosan tudom őket fölülről lőni, szóval ott lesz még egy olyan lehetőségem, hogy ugye nem érnek el. Ez tök jó ötlet szerintem, hogy fölöttük leszek. Tehát nem tudnak fölfele jönni, fölfele nem tud ásni, maximum falakat próbálja ütni, meg minden próbálják leszakítani, meg... de gyakorlatilag olyan nagyon nagy esélyük nem lesz. Mit akartam még mondani ezzel kapcsolatban? Azt akartam mondani, hogy még egy dolog, amit valószínűleg meg fogok csinálni, az, hogy ennek a hegynek van egy ilyen rettenetesen magas csúcsa, de ilyen epik magas, és oda egy ilyen kilátó tornyot teljesen fölfúrni, és az egy ilyen menekülős pont is lenne, mert hogyha esetleg horda van, és ha oda fölmegyek, akkor ott jövök ki, akkor talán esélyem van arra, hogy nem tudnak betámadni, mivel ott, ugye ők nem tudnak, nagyon meredek dolgokon nem tudnak felmászni. Esetleg még meg is csinálnám a hegyet úgy, hogy jó meredek legyen, hogy kiásom, vagy akármicsoda, és akkor ott tudnék kijönni. És ott még esélyem lenne, időt tudnak nyerni. Ugye az, a hordánál leginkább nem is az a túlélés a fontos, hanem hogy időt nyerjen 4 óráig, hajnali 4-ig, mert ha hajnali 4-ig nyersz időt, akkor utána már nem futnak, akkor azért el tudsz velük boldogulni. Persze akkor ott vannak még a kutyák, meg a többi, de azért sokkal könnyebb, hogyha nem rohanó zombikkal kell szenvedned, hanem ugye már gyalogolnak. Ja, ajtókat kell csinálnom. Igen, ez kraftolok ám cementet, meg ezért, pillanat gyerekek. Itt menjen, menjen. 98, ezt meg átrakjuk, akkor addig kiseveszem, mert fölösleges. Majd egybe, egy pár száz lesz, aztán akkor már tudok haladni. Ja, és ez lesz az utolsó pont szerintem, amit meg fogok csinálni, mert ide tervezem valahova azt a csapóhajtót, és ezt lehet, hogy meg is fogom csinálni. Így gondoltam, és akkor valahova ide a csapóhajtót. Az a nagy csapóhajtó, arra kíváncsi leszek, bár az lehet, hogy valami bonyolult megcsinálni. Az valami door. Iron garage door 3x2-es. Így ilyenre gondoltam. Mechanikus alkatrész kell hozzá, rugó. Meg izé, vas. Egy ilyenre gondoltam, ezt le tudom fektetni, ha le tudom fektetni, akkor ez befogni az egész izét. Értitek? Ezt úgy befedni. Itt. És akkor így fölnyitnám. Ugye kettő magas lenne, ugye nyillói. És egy ilyen hatalmas 3x2-es lyuk lenne a... 3x2-es lyuk keletkezne itt. Ahova le tudnak potyogni. Ha kell, akkor meg le tudom csukni. Vágod. Szerintem az tök frankó lenne, úgyhogy lehet, hogy el fogunk menni. Úgyis kaját kellene szerezni, lehet, hogy gyalogosan kipakolok. És akkor lehet, hogy ezt meg elkezdem megcsinálni. Még annyi időm lesz, hogy ugye ajtókat kell. Mindenképp kellene szednem kaját, meg mindenképp kellene szednem mechanikust, meg mindenféle cuccos, buccos. Egyébként olyan tudom már, hogy hogy kell. Mennyi? 45? 22? Ide még rakok be egy kicsit, mert ott legyen. Ott. Hát mondjuk ennyi meg nem kellett volna, mert mindjárt lejár. Jó, akkor az meg bőven elég is lesz. Na, akkor pakoljunk ki, jó? A fa. Igazából kirakok olyan dolgokat, amik nem nagyon kellene, mert minek legyen nálam. Stone, a stone-ba ezt is, ezt is, ezt is, ezt is, ezt is. Oké. Okay. A fába még itt van. Ezt a húzunk, jó? Egy kicsit izé. Fegyveralkatrész, a toll is ugye, a szerves, úgy de jó, hogy annyira szeretem, hogy össze van már pakolva, van egy kis izékaja. Nagyon jó, nem? Tök jó, hogy össze van rendesen, normálisan pakolva. Azért az, ez egy időt nyersz vele rengeteg időt, ugye. Azzal, hogy
tudod, hogy mit hol keres. Szerintem egy baromi jó dolog. Ezt akartam kirakni a... Már min van olyan, ami... Ez a homok, ez megy a stone-ba. Oké, ez ide megy. Nem, ezt elvisszük a motort. Hát, ha úgy kell visszajönne. A tojást azt berakjuk. A csákány van, ami... Oké. Skacok. Ezt berakjuk a tojást ide. És akkor húzunk, kajat kellene keresnünk nekünk. Nem tudom, mennyi kaján van, meg ígyunk vizet is, meg együnk kaját. Érdemes innen ennem a kaját, nem kell magammal cipelni, azért csinálom ezt a dolgot, hogy innen zabálgatok. Fölnyomjuk kicsit a kajaszintüket. Aztán akkor, ezt viszunk is. Még egy kis kaja, mondd menjen. Meg még egy kis víz, és akkor nem is kell cipelnem a vizet sem, meg a kaját sem vágod. Az is egy hálás dolog lesz. Például ezt se kell cipelnem, meg a víz hozzá. És akkor ennyi, és akkor nem kell vinnem minden hülyeséget. Ez például szerintem egy baromi jó dolog. Oké. Veressük gyerekek, autókat szétszedjük. Igazából ennyit fogunk csinálni. Nem is tudom merre induljak. Nagyon nem akarok kiégett földön maszkálni, mert az nekem annyira nem fekszik. Autókat szedünk szét, meg közben nyulakat lövöldözünk, kaját, meg alkatrészt szedünk, ez lesz most így a... Amíg sül, úgyis sül... Ott egy rendőr zombi. Gyerekek, izébe lőttem, honnan? Snake damage alig látszott fejbe. Megnézem, nincsen arra út. Ennyi. De mondjuk akkor van egy ilyen csörgő hang. Ja, meg a fészkeket érdemes nézni, mert ugye jobb kaját kapok. Abból, ja, meg kivesszük, hogy ez egy 143 lőszerem van, azt is kell majd craftolnom, hogy ha akarok valamit. Ilyen. Úgyhogy gyűjtögetés van most, srácok, oké? Okay? Kocsi roncs. Sőt, van itt egy izé, van itt egy ilyen... itt egy kocsi roncs, meg van itt nem messze egy ilyen kajáda, azt is meg lehetne nézni, ugye. Jó, gyűjtögetünk. Aztán folytatjuk tovább az építkezést, de úgyis betonra van szükségünk, meg alkatrészre a csapóajtóhoz. Hát azt nagyon bízom benne, hogy le lehet fektetni, nem biztos. Ha nem lehet lefektetni, akkor majd csinálunk egy garázst a motornak, úgyhogy veszíteni, sok mindent nem veszítünk bele. Szóval no probléma, gyerekek, mondhatjuk. Itt is volt egy kocsi szembe, ja? Meg a madárfészkeket, ezeket megnézzük. Tudom, a szédverem egyébként tollat kapok belőle, de szerintem tollam annyi van, mint a sár. Úgyhogy azért annyira nem törekedek erre. Jó. Tök jó, már a staminám is elég jó, jól bírja. Bírhatná ennél jobban is, de vagy még fejlődik. Már 136, vagy a 36-os szinten vagyunk. Meg már annyira nem rossz. Hol a kajálda? Még arra tovább, ugye? Érdekes, hogy néha ilyen tök ilyen periódikusan jelennek meg az állatok, meg a különböző dolgok. Ja, meg vasat kell majd gyűjtenem, azt meg ugye ezeken a ilyen érc lelőhelyeken lehet, és alatta van elvileg. Mert ugyanis specifikusan rá kell mennem a vasra, mert az elég gyorsan fogy, ahogy vettem észre. Főleg, hogyha ilyen vasrácsokat, meg ilyeneket csinálok, rengeteg alapanyag kell hozzá. Ilyeneket így lelövöldök, mert ilyen... Free XP-nek az nem olyan rossz. Látjátok, ezt csinálom, vagy ezt mondtam, hogy mindig így egyből googolást nyomok. És akkor ugye nagyobb sebzés, 3,5-szeres sebzést produkálsz, azért ez nem rossz. Például egyből googolsz. Igen, hogyha eltalálnád, akkor lehet, hogy nagyobb sebzése lenne. Ez már észrevett, hogy ennek nem volt meg a... Nem volt meg az a sebzés. Lehet, hogy be kéne ide néznem. Szerintem itt is szét lehet kapni a dolgokat, ugye? Különböző dolgokat. Például a kukát nem lehet szétszedni? Nem tudom már egyébként, most nem... De. És ez vas lesz belőle? Sima vas? Ennyi? Ennyi? Hát ez nem volt értelme szétlőzőre. Nagyon akarok időt veszíteni ilyenekkel, hogy... Jaj, gyerek. Ilyenekkel tökölőszek.
És most elveszett a nyílveszem. Van egy, nem volt garázs? Kocsi vagy valami? Itt már mondhatni, kilutoltam rengeteg dolgot. Ó, várjál ma. Nem is tudtam, hogy ezt itt hagytam. A mechanikus a székekből nem szokott jönni? Ezt megnézem, nem gyerekek, jó? Pillantás. Ezt kicsapjuk. Na nézd meg, hogy szinte nem is fogy a staminám. Lemegy és mindig visszaugrik. Tök jó. Úgyhogy ezekre érdemes pakolni, mind a kettőt ki akarom, a minert is ki akarom húzni. Minden 69-et, meg a Sexual Tyrannosaurus. Én rengeteget bányászok ezekbe a játékokba, úgyhogy én ezt élem. Kicsit több fényt adok magamra, mert nem látok bele semmit, nem mint hogyha sokat veszítenétek vele. Hát ha valami jó loot lesz benne, oké? Okay. Lucky Looterre is fogunk majd pakolni, most már azért elég magas a stage a játéknak. Annyira nem, de magasabb, mint tudom én egy héttel ezelőtt. És figyelj, végig tudom ütni így, nem várod a karakter. Baró jó. Na, valami jó loot, gyerekek, valami scope legyen! 6-os buzogány, nem tudom. Szerintem nekem jobb van. Hát ezért nem volt érdemes kiverni. Jó, gyerekek, nem érdemes kiverni. Na várjál, széket azt. Mi jön belőle? Ha mechanikus jön belőle, jól gondoltuk. Székbe, bár nem sok. Egy autó azért az fényévekkel jobb, nem? Itt szerintem már mindent kilutoltam. Figyelj, menjünk autót nézni, mert szerintem az mindenképp. Én úgy érzem, hogy az jobb lenne. Hazudtoljatok meg, írjátok meg nyugodtan, de szerintem az autóból rengeteg, ott van két autó. Autókból rengeteg cucc jön, úgyhogy ott is egy autó, várjál. Ott van egy nőszemély. Nagyon jobban mondva egy fickó. 440. Érdekes, hogy még vannak ezek a nagyon gagyi zombik. Mechanikus rugó, ezek nagyon kellenek. Úgyhogy nyomjuk neki, gyerekek. Ott is, ott lenne parkolóban, ott tudom, hogy van autó. Oda lemegyünk, ott ezt szétszedjük azt a két kocsit, vagy hármat. Aztán szerintem az lesz, hogy... itt is van kettő. Szétkapjuk ezeket a kocsikat, azt megyünk visszafele, már csináljuk is a izét. Csináljuk is azt a csapóajtót. Mert szerintem bőven, a 12, figyelj meg 8 rugóra, nagyon jó vagyunk. Tök jó, hogy elkezdtünk csavarkulcsra szétszedni dolgokat, ennek nagyon örülök. Meg az ilyen autó jó, amelyik ugye ilyen nagyon, még jó állapotban van, megnézzük mi van benne. Ez megy a scrap-am ezerre. Glue az meg mindig jó, jó olyan. Érdekes, először csak vasat ad. Őr. Amikor már lefejted, akkor jön az üzemanyag. Meg elektromos, meg mechanikus. Egy motort is kaptunk már a gyereket. Mechanikus 2. És most fog jönni szerintem sok mechanikus. Lámpa. Vagy ez ilyen full random? Nem hiszem. Jaj, de jó. Oké. Okay. Hoppa, mi ez? Ez a dupla shotgun, de ilyen van már, de azért berakjuk a fegyverek közé. Ott legyen. Ezt szétszedem azt az autót ott a parkolóban, ami van, azt szétkapom, megyünk visszafele, már csináljuk is tovább. Először csak vasat ad, utána ad komolyabb dolgokat, azt úgy látom. Ezek újra termelődnek a kocsik vajon? Vagy ezek így teljesen eltűnnek. Jó, lesz bőven mechanikusan meg minden. Itt jó. Folyamatosan tanulja az ember. Ez nagyon jó az a játék abból szempontból is, hogy nem egyből mindent kell tudnod. Ugye elején semmi értelme például csavarkulcsra szétszedni dolgokat. Persze, később tudod őket használni, de amíg például nem tudsz kraftasztalt csinálni, meg csomó dolgot, nem tanulod meg a különböző recepteket, addig annyira nincs rá szükséged, addig el vagy ilyen íjjal, meg mit tudom én, ilyen kis gagyi dolgokkal. Később meg nehezedik is a játék, és úgy kell fejlődned is. Úgyhogy ez baró jó nagyon csinálva. Na itt ezt a két autót meg lehet, hogy két hátul van, és akkor visszafele megyünk, mert már nem tudom mennyi, 28 mechanikusom van, már mindent is tudok csinálni. Na valami legyen. Egy glue. És vas és bőr jön először. Gondolom az ülésekből jön a bőr, a vas meg ugye a karosszéria kívül. És a
itt kezd el adni benzint, és itt kezd el elektromosat, meg mechanikusat. Ó, javítani kell. Jó, de vertem meg a gyereket. Meg műanyagot egyébként. Meg ugye rugó. Kocsi az jó, sok mindent tart. Még ezt az egyet. Itt már nincs, ugye? Nincs. Még ezt az egyet, azt húzunk ki sem. Nem tökölünk. És egy csomó élik. Várjál. Ez jó. Egy csomó... Szerintem ebből mit ad? Mindent így ki kell tapasztalni. Jó. Kukákba bekukkantok már valamikor. Ez jó, mert sok, tök sok izőit ad egyébként az a... Nézd, a 150-et az a kupa. Rezet. A réz az meg kell. Na, megyünk vissza, úgy bejtjük azt a két autót, azt megyünk is oda, mert szerintem eleget. Kaptunk Spring Ocean 15, jó. Nem ezt kipet nyomunk, ezt le akartam scrapelni. Sőt, izője, motorozhatnék is ennyi erővel. Nem, mint hogyha szerintem olyan sokkal gyorsabb lennél. Még mindjárt jön a kánya is. Úgyhogy amit nyersz vele, az elcseszed azzal, hogy a kányával hadonászol, madakozol. Ez van két kocsi, ugye? És egy darab kutyát, meg semmit nem láttunk, nyulat. Ezt mondtam, hogy az ilyen... Tök úgy van megcsinálva, hogy ilyen... Ja, tudom, hogy itt van az a buzi, de nem hiszed el. Úgy utálom, gyerekek, másképp. Várj, próbáljuk meg felvenni. Jó. Ez a motorozás, ez nekem nem fekszik. És robogózás, mert ez nem is motor nevezhető dolog. Na nézzük, rugó megint volt. Mechanikus megint volt, azban az autó az meg... Ó, hát ez meg ilyen nagyon szépen nagy irányban. Várjál már. Ez már észrevett. Ilyenkor fejlővést tud neki segíteni, csak aztán nem olyan kicsi a feje gyereknek. Fejlővés kockáztatsz, akkor meg elcseszed az időt. Meg volt neki a feje. Na legyen már egy szkópot, találjak már, hallod, már 21. nap javítok ezt eddig. Micsoda jó. Jó, ezt az utolsó autót szétszedjük, aztán már megyünk is motorra haza. Megcsináljuk azt a csapóhajtót, akkor már folytassuk, gyerekek. Meg izé kellene ajtó. Fú, izé nincs, nem tudok még ilyen nagyon security ajtót csinálni. Tudod azt a nagyon vastagot, azt a safe ajtót. 10 000-eset? Meg az lenne a frankó. Oda nézzetek, micsoda ideje van, micsoda féktársája van, vagy mi az? Ez nem van kombány egy kicsit. Na jó, oké. Okay. Jó. Meg tököm, a kaktusz mindig, mindig nekem egy hülye képer a kaktusznak. Meg nem tudok, nem szeretem a motort, mert nem tudok lootolni se, meg még ráadásul ize is van. Ha jön egy kutyámajom, akkor nem tudom megölni. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen idegesítő. Meg úgy tök jó gyorsak vagyunk. Ja, nincs pia nálam, semmi. Ja, úgy gyors, tök gyorsan futok már. Meg ugye light armorba vagyok. De mindenem... Várj, ezt meg gyorsan megnézem, bocsánat. Mindenem... Nem, az itt van még rajtam, és az izé csökkent. Mobility csökkent. Ezt ki, le kell a kezesen a face-re is tudok rakni külön. Ezt le kell cserélni, a többi az mind light. Lighting. Ugye a fölsőm is, ez valami elég szar egyébként. Nem valami jó armorok vannak rajtam, de nekem a lighting az nagyon bejövős. Tök gyors vagy tőle. És ez nekem számít, hogy így. Demon Hill írta nem olyan rég, hogy van ilyen modifikáció, módosítás, amivel tudod azt csinálni, hogy a heavy armorba berakod, és akkor gyorsít. Az tök jó.
Úgyhogy a később ugye Heavy Armor-nak, hogyha lesz olyan módosításom, akkor azt tudok használni. De még egyelőre ugye az még nincs nekem olyan a módosításom. Érdekes, hogy egy darab élőlényel nem találkoztunk, az vágjátok? Mármint ilyen izével. Kutyával vagy ilyesmi, tök durva. Úgyhogy ha most például ilyen nagyon meg lennénk szorulva kajából, akkor itt futkozhatsz lefelé, mint az őrült, egy darabot nem találtál volna kaját. Tök jó, gyorsak vagyunk, szereted. A staminánk egy kicsit azért kezd véges lenni, de jó van. Itt is van kocsi, nem akarok oda bemenni. Meg most már tök elég szerintem. A Beton Bunker. Én attól félek, hogy ott próbálnak majd beásni. Ott. Úgyhogy akkor majd lehet, hogy följebb kell húzni a falat. Letettem az ajtót, nem szoktam. Mi történt velem? Na! Akkor meg is csinálom. Várjál. Azt akkor csináljuk közben. Látod? Most már mindjárt jobb. Meg akkor már csinál... Ja, várjál, nincs nálam alkotó elem. Kell a homok. Ilyen homokom van. Meg egy kell egy kis kő. Aztán adjál neki is annyi. Menjen a cement mix. Mindjárt lesz egy csomó, ne aggódjuk. Ha izé kellene, akkor az a door. Hol ez? Jaj, bazen most nézem, ja, nem. De ez miért van lerokko? Ja, ez erősített. Nekem nem is kell erősített. Jó, akkor forger, igen, iron kell. Ami nincsen szerintem nekem annyi. De mindjárt craftolok, mert az amúgy is kell mindenhez. Na. Úgyhogy ezt abból kell csinálnom mindenképpen. Ilyet. Kell fa. Jó, hát ez az összeset. Fából is kezdtek kifogyni, az vágjátok? Úgyhogy a fával is kellene majd... El kéne ültetnem a fákat, ez nem lenne ilyen problémám, ugye? Lehet, hogy le is kéne szórnom, aztán akkor nem lesz rá később gondom. Mit akartam? Na. Ja, hülye vagy? Na. 79. Csináljunk egy 55. Biztos, hogy kell majd még több. De nincs több vasam egyébként nagyon. Mehessen be az vas. Nem nagyon van vasam. Jó. Hány darab kell ez a szarhoz? 3x2... 20 darab. Tehát akkor 12 még kellene. Ha megvan, akkor már veszem és ki, aztán lekraftoljuk. Jó? Jó, ironom nincs, bazza. Neki kell állnom komolyan iron szerezni. Iron kéne, hogy bányásztunk. Na, erre kíváncsi vagyok, ezt le tudom rakni, hogy bazza, mert ha nem, akkor nagyon... Nagyon elcsesztem. Na nézzük. 2 perc. Itt semmi gond. Akkor a helyét azt meg is kellene csinálni. Hát fel kell szedni itt. Ennyit. Elvileg ez pont ide így elfér, ugye? Arról beszéltünk. Megnézzük először, hogy majd ki tudjuk-e rakni. Ki kéne pakolni dolgokat, mert azért vannak itt hülyeségek, ami ne arom van, mert ez. A csövet azt hova raktam? Ide. Ja, azt gondoltam, hogy ide raktam, mert egyéb craft. Azt lehet, hogy egyébként a motort nem ide raktam. Ezen az elektromoshoz ide akartam az aksit, meg ezt a lámpát is. Az egyéb crafthoz rakjuk ezt. Kicsit szortírodok, jó? Meg vannak fegyvereim. Kicsit még nem vagyok teljesen tisztában, hogy mit kell, meg hol találom, úgyhogy még egy kicsit sokáig tartok a részni vele. Bocsánat érte. De majd kitapasztaljuk. Az egyéb crafthoz mehetne a benzin is, nem? Rengeteg benyámban, de jó. Jó, ezek megmaradnak. Na, mennyi idő? Még lecraftolja? 1 perc még. Oké, mit kellene csinálni? Ki kellene venni a stone-t? Ezt a cobblestone-t. És most más nagyon nem kell. Nézzük ezt. Egyszerű. Cement. Na, most már egy kicsit beindult a cementgyártás, érdemes volt elmennünk, ugye? 121, lesz bőven belőle cement, nem maradt itt benne?
Stone. 9 darab. Ó, az jó sok. Na, várjuk meg azt az ajtót már. Hány? Fél perc. Ja, meg addig dobok be kaját, jó? Hús tojással. Lász. Ja, meg a fát el kellene öltötni egyébként. Miért csak kettő? Ja, mert nem volt olyan sok kaja. Ja, jó. Semmi gond. Ez meg már szerintem. 3, 2, 1. Oké, okay. És nézzük akkor, hogy ezt hogy tudom lerakni. Aha, ez ugye jó deréka, oda nézzék. Nem tudod ezt lerakni, bazd máshogy. Nem tudod lerakni, nem engedi. Hiába nyomok hosszal izét. Ja, nem lehet lerakni. Á, te fiú, de hülye voltál, most megvettem ezt a nagy ajtót. Nem tudom elforgatni, nem úgy van mind a blokkoknál, hogy mit tudom én. És hogyha ide rakom, és akkor hosszat nyomom, akkor kijön ez, nem jön elő ez. Nincs. Ugye ajtónál is van ilyen, de itt nincs. Jaj, Istenem, azt nem tudom, hol rakja, egyébként berakjuk, jó? Jó, hát ezt elcsesztük. Elcsesztük. Akkor sima ajtókból kell megcsinálni. Ilyen... Mindjárt mutatom. Ó, de... Ilyenekből... Ilyenből kell. Akkor figyelj, 6-ot kell csinálnom. Hát ez akkor ez befüröttük. Ezt befüröttük, gyerekek. Bocs ez. Jó, várjál. Így kikaptam ott a falat. Viszont, hol van? Oké. Cement, 74, 3, valamennyi van. Jó. El kellene egyébként ültetnem a fáimat is. Van egy olyan érzésem. Bocsánat, hogy... Rohangálás van, de legalább 120 darab törzsfa, te Jézus, Úristen. Jó, az egyelőre marad, mert itt az majd meg lesz csinálva. Azért mindenképp ki akarom hagyni a helyét, hogy ne az legyen, hogy később majd itt szívok vele. Jó, figyeljetek, akkor a következő van. Faültetési projekt. Valahova nem ide kellene kapásból, hanem egy kicsit odébb megyünk, jó? Annyi. Nézzük meg a neszteket, hát ha van bent tojás. Nincs bent tojás. Hát figyelj, valahova el kellene ültetnem oda, jel? Mondjuk itt kezdjük, aztán itt végigültetem, jó? Aztán majd végigvágom azt csalmast. Lehet, hogy csak a tölgyet. Itt kezdjük a... Ahova birok. Nem nézegetem nagyon. Ezt majd kivágom itt, érted? És olyan messze nem akarok elmenni, mi a tökömnek. Kell fa, mert nincs. Csak egy baj lesz, csinálok egy erdőt, azt nem látom a zombikat tőle, mi? Úgyhogy ezt jól megcsinálom megint. Szutra is lehet rakni? Ezt nem szereti. Viszont ide lehet. Remélem meg is nő. Meg is nyőnek talán a fák, ugye? Gyerekek. Ilyen fás ligetet hozok létre itt. Marad már le. Hát szerintem elég fám lesz. Bazeg, nem is kéne annyit elültetni, ha mi a francnak? Útra nem engedi. Vajon miért? Azért az aszfaltban nem kellene. Bocs, hogy itt tökörészek, de...
Ez kell nekem azért fa, gyerekek, kell majd fa. Megnőnek, akkor könnyebb lesz megtalálni, tudom, most nem annyira látszanak, de hát majd fognak, gyerekek, majd fognak. Millió, millió, millió tölgyfa van, hogyha megnő, az lesz a nagy király. Sok faja lesz a kípőrnek, az biztos. Na, jó van. Itt végigültettem már minden fele. A két oldalt itt egy ilyen erdő lesz. Jó, elültettem, vagy nem tudom mennyit. Szerintem egy 60 darabot, úgyhogy csak elég lesz egy darabig. Ide nem akarok ültetni, mert nem látom át a dolgokat. Vágod. Hogy ne vágnál? Tudod te, mire gondol a keeper? Nya! Most megvannak a izék. Ezek a wooden hatch-ek, ugye? Hova tetted hatot? Tudom ide rakni? És tudom, kell rájönni, hogy ezt tudom ide rakni. Hogy ne tudná a keeper? Figyelj. És akkor... Egy. És ide is tudom rakni? Oda már megint nem engedi. Mi van az? De már megint nem fogja engedni. De már megint nem fogja engedni középre. Hogy engedni? Így engedi, hogy... Jó, te fiú, ezt úgy utálom, te... Nem engedi be azzal. Jó, hát a középen akkor nem kell futkorászni, aztán meg van oldva a keleti kérdés, nem? Középre nem engedi. Jó, ott blokknak számít, figyelj, hát aztán akkor nem lesz a trongálás. És itt leestek egyáltalán? Nem jó ez, bazza. Nem, ez valahogy nem, nem is tetszik. Mondom őszintén. Nem is tetszik. Úgyhogy itt ezt majd... Ezt le... Nem érzem. Oda lehet egyet keeper. Ilyet nem lehet fölvenni hosszan, ebetűvel. Nyem. Bazzak, be is logolt apám. De várjál, mi az? Ja, zárj, a close. Igen. Nem jön be, gyerekek, eddig fogjuk felupgrade-elni, mert én itt újra gondolom a helyzetet, jó? Úgyhogy addig akkor ez így marad így. Lerakjuk a frame-eket. Mert nekem valahogy nem jön be az, jó? Úgyhogy bocsa, ez fakereszt. Itt izé marad. Itt egyelőre kihagyjuk. Mert itt majd újra gondolás lesz. Menjünk a izé... Menni kell a betonér, mert már vannak dolgokám. Itt mit sütök? Már semmit? Semmit. 870 izé van benne. Á, gyerekek! Bajosodok a dolgok, megmondom őszintén. Nem vagyok boldog. Nem vagyok boldog. Megy az idő. Ja, annyira nem hallom. Viszont van egy csomó betonunk, úgyhogy ezt fel tudom upgrade-elni, addig meg is csinálom. Ja, meg az ajtókat, dík, meg kell csinálnom. Mert meg kell nézem ezt a security dolgot, ezt nem tudom meg megcsinálni. Figyelj, eddig megcsinálom fullosra a kecót, a védelmet. Csak nem törnek át három védelmi zónán a 21, vagy a harmadik banda. Hát álljon meg a fáklyás menet. Nem, azért figyelj, 1-2-3 védelmi zónát eltörnek. Akkor igazából az a baj, akkor meghalok. Mert itt menekülési útvonalon nem lesz. Mert még nincs kész. Juuu, gyerekek! Úgyhogy nem tudom, itt újra kell gondolni a helyzetet. Na. Ha meg vagyunk ezzel a védelmi zónával is, egyelőre. 1-2-3 kell ajtó. Meg ide kellene, vagy szerintem azt lehet, hogy szétverték azt az ajtót. Itt hiába csinálom meg még egyelőre. Oh shit, bajok vannak, gyerekek, nagy bajok. Oh, nagy bajok vannak. Várj, a fákját rakok oda is, mert ott meg nincsen még. Hogy volt a fákja? Ott van egy. Legyen egy itt. Nem tudják bántani, érted? Meg itt. Aztán akkor mindjárt így kellemes. De szóval tényleg tényleg kellemes. Ja, itt ezt most fölöslegesen felupgrade-olnom. Csinálom inkább ajtót. Ha ajtót.
Itt nem tudok valami security dolgot csinálni, ilyen izét. Ilyen nagyon frankót. Ilyen kellene be az vault door. Vault hatch, vault door. Vaj, vault door tudok csinálni. Steel kell hozzá, öcsém. Spring meg mechanikus, akkor tudnék csinálni ilyet. És ugye azt hiszem pont ilyen kell ahhoz, hogy felupgrade-eljem a külsőt. Várjál, vasat azt elviszem. És akkor kellene steel. Hol a vas? Oké. Itt ez... Ég. Közben izélem, közben itt néha agyusztálom, hogy minél több jöjjön. Mert azért beton se állt. Meg ugye javítani is például tök jó lenne, hogyha tudnám közben. Majd. Na most már van mennyi? Most már rengeteg van. 323. Nem olyan sok, nem mindig fogy. Na, felupgrade-elem a külső ajtót. És azt hiszem... Mi kell hozzá? Vas. Hát most üzéltem. Itt van a vas, gyerek. Ja, most kell a Vaudor hozzá. Na, akkor csináljunk egy Vaudort. Ahhoz meg acél kell, ugye? Na. Acélunkám volt, de nem sok. Kettő. És hány kell hozzá? Kell hozzá 12. Akkor gyerekek, neki kell állni. Steel, várjak. Jó, ezt kell hozzá gyerekek, akkor csináljuk. Oké? Okay? Miért nem csinálja? Miért? 28-at tudnék, Dick. Miért nem... mi a baj? Iron clay. Mi a gond? És ez komolyan, mi a gond? Gyerekek. Ő kell hozzá fújtató, öcsém. Ugye? Cruciple, azt gondolom fújtató, várják a kapcsolat már ki. És azt nem tudok craftolni? Nem, ez kell hozzá. Gyerekek. Mennyi? 100 darab vas kell hozzá? Ne szórakozz. De ezt tudok, ugye? Tudnék. Úr, Isten, mennyi szar kell hozzá. Clay. Jézus Isten, ilyen öntő szar kell hozzá. Na hát akkor ilyen nem lesz, gyerekek, most. És nem gondolkozok, hogy... Ilyen nem lesz. Jaj, Istenem. Ehhez rengeteg dolog kell. Ez kell ilyen öntőforma. És ez mi ez, hogy izé? Ez mi ez, hogy kalapács? Ez... Hogy oda kell bele, gondolom. Ja. 100 darab iron meg ilyenek. Ha menj a francba. Na, akkor mindegy, akkor csinálunk sima dolgot. Jó, hát arra rá fogunk menni minden esetre. De kellene 3 darab ajtó. Egyelőre csináljunk 2-t. Nem! Ilyenkor még nem tűnt el? Visszaadja, ugye? Bazze, a fa ajtó kell. Fel kell upgrade-elni, sokkal jobb. Jó. Á, hülye gyerek. Nya. Mi van? Hol van az utolsó? Oké, és mi kell hozzá? Kapásból mindjárt steel, ugye? Igen, és olyan meg azt hiszem, hogy nincsen, úgyhogy lehet, hogy megyünk bányászni, gyerekek. Igen. Nincsen sima izom, sima vasam. Szerintem az full beolvasztottad mindent. Jó, szopásban. Szerintem olyan nuku. Le tudnám scrapelni azt a vascsövet. De hát, ha kell valamihez. Tudok csinálni pipe-ot, hogyha úgy van? Tudok csinálni. Egy izével. Jó, akkor ezt most leszkrepelem. Lesz 765 darab. Na, meg is oldódott. Szuper. Már jól van. Hú, gyerekek! Menj ám itt a meló ezerre. Nem paraszkodhattok. Ugye? Jó, akkor a steelt azt nem igen kell csinálni. Úristen, mennyibe kerül. Kell az öntőformát, le kell craftolnom hozzá. Mert ahhoz kell rengeteg vas. Csak az a baj, hogy szerintem mennyi vasom van. Van benne ironom.
Úgyhogy rá kéne menni erre. Jó. 72, figyelj, megcsinálom ezt. Gyerekek, megcsinálom ezt, és akkor azt a Crucible, majd nem tudom, hogy ejtik, olyat kell készítenem. Na, közben meg lett a vasam, már még nincsen. Ó, gyerekek, minden kell. Lehet, hogy el kéne mennem vasat bányászni. Hány óra van? Jobb sárkányt is tudnék csinálni lassan. Ma hol van? Ah! Az, itt van vas. Ez nem vas. Az ólomlik. A vas az nem az, hanem az a másik. Várj, ott azok a izék. Azok a vasok, amikor vannak előttem. Ezek mi? Ez mi? Ebből nem jön vas? Mennyi vas jön ebből? 15. És egy ütést. Ebből meg lehet, hogy szement jön, nem? Régen nem, sima kő. Mint hogyha úgy emlékeztem volna régen, hogy szement jött belőle. Helyesek is vagyunk. Ott a vas-e? Innen milyen para az egész? Az a medve. És nem biztos, hogy nem vett észre. Hogy volt a medvedik? Jó, azt hagyagoljuk azt a medvét. Nem akarok kifingani. Jó, van, úgyis leszkrepeltük. Ebből köljön, ugye? Nincsen erre valami erre. Jó, ezeket összeszedhetem. Itt úgyis ki akarom pucolni a területet, jobban belássam majd. Egy rohadt konzervdobozban mennyi jön? Nem tudom. Három darab, és nem egy erős. Ugye egy 10 darabot ilyet kiütsz, az már 150, úgyhogy nem olyan rossz, mint amilyenek elsőnek tűnik. Oké, szereztünk egy kis vasat. Nem túl sokat, tudom, de a semminél több. Muszáj, gyerekek. Szegény ember vízre főz. Szegény ember ócska vasat szed. Itt egy autó. Elengedjük. Gyerekek, most egész nyugodt itt az a robbantott föld, mindig egyébként ilyen tök furcsa zenék szoktak lenni itt, meg mit tudom én, de most tök nyugis. Jó, hogy ezt a kettőt kiütöm, azt megyek is haza. Ez mi? Ez nem robban, nem bomba? Rálépek, aztán kirepülök a világűrbe. Ja, ennek a tetejére ott nagyon magasan oda akarok egy kilátót. Hogyha lesz sniperem, akkor valószínűleg onnan tudok XP-t farmolgatni. Jaj, gyerekek, jó. Oké, ajtó betesz. Közben le is craftolt, vagy le is scrapeltük szerintem, úgyhogy mehet fölfele. És most kell csinálni ajtót. Várjál, ezt is fel. Upgrade-elem. Oké. És akkor vasajtókat kell csinálni. Hármat. Okay. Megnézzük, milyen helyzet van. Gyerekek, lassan már megint egy órás lesz a szitu. Nem ezt akarok csinálni, hol van? Csak közben meg... Cemen! Közben itten. Azért most már készülnek a dolgok, gyerekek, azért keményen, ugye? Oda nem mennyi van, már van 500, és az 50 blokkot tudsz vele felhúzni. Megvan ez is. Kikapcsoljuk. Lehet, hogy csinálok akkor olyan öntőformát, csak most kellene csinálni ajtót, vasajtót, hármat. Az fontosabb,
Hát ez le is ütte kapásból, már csak 79-en van. Mosan viszont be tudnék rakni ugye olvasztani, mert most már gyűjtöttem ám. 1300-at, ne viccelj. Meg akkor megtámogatjuk is kis fával. És akkor mehet is. Jó, a gyerekek, meg tudom csinálni talán azt az, azt az öntőkádat, vagy nem tudom mi a szar az. Na, ajtók. Jó, ezt sokáig csinálja. Jaj, mi kellene még? Lehet, hogy el kéne futnom vasérre. Ma ez egy ilyen rohanós rész. De hát nem véletlenül, mert oda... Ezt nyírva hagyom, mert be tudok futni. Ujjaj. Kihagyom a medvét szerintem. Inkább elmegyek, ott láttam ugye ilyen ércet. A medve eljött erre. Nem akarok vele hadakozni, baromira erős. Inkább rámegyünk arra az ércre. Még elvileg alatta is van, ugye? Ott van. Tök jó. Rámegyünk az ércre. És ez elvileg úgy van, hogy alatta is folytatódik. Hát ott? Na? Valameddig, vagy bele merre, nem tudom. Ja, itt! Tök jó. Hú, de jól néz ki az egész te. Ott a bázisom, hallod? Na, abban a hegyben nem ásnak le, még? Most képzeld el. És akkor annak a tetejére kell egy kilátó vagy. Stamina-t gyűjtök ilyenkor, azért állok meg. Volt egy kutya, láttátok? Ugrott be azért. Jó volt ez. Szerintem a kutya hadakodik valamivel. Szerintem az a buzi kutya. Azért nem egy életbiztosítás az a hely. Egyáltalán. Szomjasak vagyunk, minden bajom van, jó, mehetünk is, mert úgy látom, kiapadta. De nem. De jó. Jó, sokat gyűjtöttük, mennyink van? 800 darabot megint összekaptunk, megvan az ajtó is. Ho-ho. Tök jó, hogy így beosztjuk, nincsen hold idő, legalábbis próbálom úgy beosztani, hogy tényleg minden menjen egyszerre. Akkor ezek meg ólom, nem is gondoltam volna. Volt egy régi sorozatom olyan, hogy medve betévedt ide. Hogy itt hagytam az ajtót, azt itt el idejött, rossz akarott. Na, megvan az ajtó. Megcsináljuk mind a háromnál, és akkor folytatjuk a felupgrade-elését. És volt ajtókat kell csinálni, csak ahhoz kell csinálni a cuciblő, vagy mi a szar. Na, itt még egy percig tart, akkor upgrade-eljük. Csak az a baj, itt meg egy rengeteg vasat el fog vinni megint. Rakok is beolvasztani. Ja, meg kéne innom ennem, nem? Mi a szitu? Van piám? Ó, az van, bőve. Tök jó, hogy van konyhám, ez is. Á, nagyon örülök neki, komolyan lesz, mire jó. El kell érni dolgokat, nem olyan egyszerű, de... Fölülre meg berakod az üvegeket, tudsz ugye, majd később. Szükség van rá, kellene. Együnk is egyet. Nem sok kajám van. Sőt, egyáltalán nincs kajám, gyerekek. Mert tudom, hogy ott alul még van. Oké, skacok, nézzük a helyzeteket. Cement mehet, oké. Okay. Folyamatosan minden dolgozik, hallod? Állat, imádom. És akkor itt meg iron kellene ám. Ilyen még. Ó, 20, jó. És akkor rakhatom be még az olvasztásra. És ó, lesz itt még bőven gyerekek, nagyon jó. Itt meg mehet akkor a beton tovább. Megint 158, megint 169, lassan 1000 darabom lesz. Tényleg csak az időbe telik, nézzük meg mennyi kő van benne. Fuelem az pont elfogy. Okay. Jó, még legyen benne egy pár percre való. Jó. Itt meg ugye megy az iron.
Ez kell, mert az ajtókat is mindjárt abból fogja felupgrade-elni. Ha jól emlékszem. Megcsinálta izét? Utolsó ajtót, akkor ezt felhúzzuk. Oké, megvan az utolsó ajtó. Ugye ez még csak elég gyenge. Szóval itt ez nem a legjobb. De hát hallod, ennyi védelmi vonal, ez barom jó. És akkor most fogja elvileg vassal. 10. 20. 20, igen, 20 vas. Tehát akkor még el fog menni 40. Oké. Megcsinálom ezt is, mert előbb-utóbb meg kell. Vagy hát ennek mi értelme van megcsinálnom, itt úgyis üzei van még. Basz, ez nagyon komoly, nem? Ez nagyon komoly lett. Ez nagyon állat, ez nagyon bejön. Na, mennyi vasunk van? 53. Tehát még 55 össze kell rá vakarni valahogy. 11, 12 már csak valami, nem olyan sok kell. Nézzük meg a izét, mennyibe fáj. Forget iron, mechanikus alkatrészünk az van. Small stone-unk van, olajunk, nem lehet, hogy nincs olajunk az. Egyéb craftban van olaj. 13 olajunk van. Azt meg várja, olajat azt hogy tudok csinálni? Lehet, hogy olajpalából lehet, nem? Olajsétből és empty canből. Azokat meg mindig beszkepelgettem. Olajsétből. Azt nem tudom, nincsen nekem. Régebb, mintha lett volna egyébként. Ó, van. De jó. És akkor ide, üres konna. Jó. A szuper. Olaj kellene. Viszont egyébként elmennék craftolni, vagy izélni. Lutolgatni. Akkor lehet, hogy jobban járnék. Na jó, elbúcsúzok gyerekek, mert baró hosszú lett ez a rész, de imádom, egyre jobban imádom, annyira tök kezd kiforni a dolog. Lehet, hogy elmegyünk, 14, még a következő rész elején gyűjtögetni kocsikat, leginkább motorral, szétszedni, kell még mechanikus nagyon sok, ugye vault doorokat kell csinálni, csak a vault doorhoz kell acél, az acélhoz kell öntőforma, úgyhogy fú, úgyhogy vannak problémák, meg kaja is kellene, úgyhogy azból se vagyok nagyon elerezve, az lesz srácok, hogy elmegyünk egyet csavarogni, és folytatni fogjuk. Baró jó a bázis, nekem nagyon tetszik, írjatok kommentet, hogy szerintetek fasz-e? Szerintem fasz egyébként. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsomi csötésztát!